Az országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját. Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ugyanis ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt letartóztatták, és a Szovjetunióba hurcolták, ahol 8 évet töltött fogságban. Ez az eset a demokrácia és a szabadságjogok semmibevételének jelképévé vált, amely a kommunizmus közel 50 éves uralmát jellemezte. Az elmúlt pénteken Moson-Magyaróváron is ebből az alkalomból tartottak meg emlékezést. Fehér János, kihallgatás. Parancsnok úr, mély tisztelettel kérek Öntől kihallgatást. 301-126 törzslapszámú elítélt kívánok most tenni vallomást. A kutyáknak nevük is van, legyenek kicsik vagy nagyok. Engem embernek gyúrt az élet, de itt csak 6 jegyű szám vagyok. 5 ülnek most előttem, én, Csíkos rab csak egymagam, de 100 000-nyi rab magyarnak szava lesz az én szavam. Kelet-Közép-Európában a rendszer áldozatainak száma eléri az 1 milliót. Ennyien vesztették életüket éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzés által. Jóval többre tehető azonban azok száma, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg nyomorított meg. A rendszer áldozata volt az is, akit vallattak és kínoztak, megbélyegeztek, kirekesztettek vagy börtönbe zártak, illetve akit csoport vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek. 70 évvel ezelőtt minden a politika iránt érdeklődő és Magyarország sorsáért aggódó ember számára nyilvánvalóvá vált, a demokratikus Magyarország álomképe, a nemzeti önrendelkezés, a több pártrendszer reménye, a II. Világháború utóhatásaitól és a szovjet katonai megszállástól szenvedő Magyarországon végérvényesen szert oszlott. Lassan egyértelművé vált mindenki számára, hogy a hangzatos szlogenek, ígéretek, a látszatintézkedések ellenére a haza egy véres politikai ideológia csapdájába esve fokozatosan feloldódik a vörös káoszban. Az ünnepség a szózat eléneklésével és az emlékezés koszorúinak elhelyezésével zárult.